befejezésül énekeljük el a 187-es számú éneket. A 187-es számú ének nincs három verszakát. Mennyei Atyám, megköszönjük néked ezt a Biblia tanulmányt, amely a Jézus küldetéséről szólt. Köszönjük Jézusunk, hogy te eljöttél, hogy megkeresed mindazt, ami elveszett és megtalálsz. Köszönjük, hogy te szóltál a tanítványaidhoz is hozzánk és példázatokon keresztül. Ó, bár csak ezek a példázatok, ami szívünket és elménket is megnyitnák, hogy azokat tudjuk cselekedni, amelyeket Jézus eljött minket is. És azt az örömüzenetet mindenkinek egy széles világon át tudjuk adni. Mert te megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetén. Ó, bárcsak oly küldetésben találnám, amely kedves előtte. Ne engedd, hogy a különböző gondok és kísértések, amelyek nap mint nap rád zúrnak Sátán által, el tudjanak téveszteni minket arról a keskeny útról, amely te hozzád vezet. Légy velünk a következő héten is, hogy az ígért tanulmányodat tudjuk, mert az ígében való jártosság fényt ad. Adjad, hogy az életünk zsinór mértéke legyen a te ígér. Minden napon, ami küldetésünket végezni tudjuk, úgy, ahogy te elhívtál és megbíztál minket. A te áldásodban részesülve
másokat is áldásban részesítjünk. Mindezt Jézus nevéért kérjük. Reggeli áhítatunk ezzel véget ért, körülbelül egy 15-20 perces szünetet tartunk, és csendben, imádkozó szívvel